nyilván megértik, hogy én itt végeztem az egyetemi tanulmányaimat, és bizonyos állami gazdasági gyakorlati megszakítást követően ide visszatérve, most már 36 éve itt folytatom munkámat. Nyilvánvalóan egy kicsit az ember a saját intézményével elfogult, és szívesen beszél a történetről, meg a mai eseményekről szinte korlátlan időtartamban. Na de a műsor időtartama korlátozott, és ezért azt hiszem, hogy a legfontosabb témákat kellene itt kiemelni. A történetet illetően érdekes pontok talán azok, hogy egyrészt az alapítás idejében Közép-Európa, sőt még jó néhány távolabb eső ország fiataljai számára is ez az intézmény jelentette a felsőfokú mezőgazdasági tanulmányok lehetőségét. Törökországtól Oroszországon át német, holland, francia, olasz területekről is voltak hallgatóink, és nyilván a legnagyobb létszámot a volt monarchia országai, illetve a közellévő országok adták a hallgatók között, illetve körében. Hogy most mi lesz, ennek tulajdonképpen írott koreográfiája van. Valóban ez egy komoly előkészítést és hosszadalmas tortúrát jelentő folyamat, hiszen az elmúlt év végén indult a pályázat kiírásával, majd a pályázat nyomán előzetes bizonyos véleménykutatást végezve a professzorok tanácsa egy bizonyos állásfoglalást, vagy mondhatnám szavazást tett, és ennek alapján kérte föl a professzorok tanácsának az elnöke azokat a személyeket, akik kaptak igenlő szavazatot arra, hogy nyújtsák be a rektori kérelmüket, illetve a rektori pályázatukat. Ketten maradtunk gyakorlatilag pályázók, és hát magam is benyújtottam a pályázatomat, és ennek az értékelése történt 20-án, március 20-án az egyetemi tanács keretében. Tehát akkor hogy lesz a sora, mire a további július 1-én? Az állásfoglalást tehát az egyetem megtette, hiszen ez az egyetemi autonómia szerint az egyetem joga, hogy rektort válasszon, és ezt követően az egyetem hivatalosan az Oktatási Minisztériumba terjeszti az állásfoglalását, és az Oktatási Minisztérium természetesen értékelve a pályázatot, illetve az egyetemi tanács döntését fogja javaslattétel formájában a köztársasági elnök részére előterjeszteni a kinevezési javaslatot. Július 1-ével indul a ciklus, ez azt jelenti, hogy feltételezés szerint valamikor június hónapban várható a kinevezés. Én átrahantam sok-sok ajtón, minden éhségben őt óhajtom, mert minden megszomorítottak reménye, Krisztuson kopogtat, utolsó ajtó ő, mögötte vár a boldogság mindörökre. A gyászoló család és a Nyugat-Magyarországi Egyetem fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy professzor dr. H.C. Iváncsics János okleveles agrármérnök, a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora, a mezőgazdaság és élelmiszertudományi kar intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanára, volt dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Bécsi Universität für Bodenkultur tiszteletbeli doktora, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetés tulajdonosa, példás férj, családapa, nagyapa, testvér és tisztelt munkatárs rövid szenvedés után 2002. július 8-án életének 64. évében elhunyt. Személyében a Nyugat-Magyarországi Egyetem a magyar agrártudomány és a felső oktatás egyik legkiválóbb művelőjét veszítette el. Kiemelkedő szakmai tevékenységét, tanári egyéniségét, emberségét mérnök generációk őrzik emlékezetükben. Temetése 2002. július 17-én szerdán 16 órakor lesz a Magyaróvári temetőben.
Ugyanezen a napon 15 órakor engesztelő szentmise a Magyaróvári Római Katolikus templomban. Dr. Iváncsics János professzort, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és az Egyetem mezőgazdasági és élelmiszertudományi kara saját halottjának tekinti.